Kedves nézőink, Ajkai nyugdíjasok egy csoportja a közelmúltban Romániába kirándult. A következő stúdió beszélgetésben erről ejtünk szót az általuk készített felvételek segítségével. Köszönöm a stúdióban Jagasicsné Hornyák Jolánt és Cingler Sándor. Jó estét kívánok! Ez a kirándulás az Ajkai Nyugdíjas Klubok összefogásával jött létre, tehát több klub vett részt benne, vagy egy klub kirándult? Szokás szerint az Ajkai Nyugdíjas Klubok tagságából tevőt össze ez a gárda. Annyi különbség, hogy korábbi években általában 50 fő körül voltunk, most pedig csak 30-an. Miért épp Erdélyt választották? Azon kívül nagyon szép. Tehát volt-e valami tematikája ennek a kirándulásnak? Igen, volt tematikája, tehát ez úgy indult, hogy Erdély még egyszer, amit még soha nem láttunk. És amit még nagyon-nagyon szeretnénk megnézni, így indultunk, hogy akkor ez lesz az utolsó. És menet közben rájöttünk, hogy nem ez lesz az utolsó. Mert még mindig olyan sok minden van, amit még mindig szeretnénk látni, de ez a mostani kirándulás is egy hézakportló volt, ahol mi még nem jártunk. Tehát Erdély már volt. Erdély volt többször, de ez az útvonal, ez még nem volt, tehát ez a mi saját kívánságunkra készült. Hát azt hiszem, hogy kimeríthetetlen nagyjából. Kimeríthetetlen. Mi volt az útvonal végül is? Hát végül is Aradot mindenképpen megszerettük volna nézni, sikerült is. Annyi különbsége, hogy a 13 virtónak a emlékművel jártunk, de még a város központjában, az ottani megbékélés parkjában nem volt szerencség megfordulni. Már is megvan a következő program. Most voltunk, és utána elmegyünk Temesvárra, ahol még nem voltunk. Idegenvetővel megnéztük Temesvár nagyon aranyos, szép nevezetességeit. Temesvár egy Miskolc nagyságú város körülbelül, és utána pedig még lementünk Orsóvárra, ahol a Dunát Dunára voltunk kíváncsiak, és hát csónakáztunk egyet. Hány napos út volt ez? Hát 5 éjszaka, 6 nap, úgyhogy ez az első nap volt az Arad Temesvár, a második nap volt az Orsova, a kazánszoros, kis kazánszoros, nagy kazánszoros motorcsónakkal, hát ez felejthetetlen, tehát ez volt a nagy szívfájdalmunk, ami miatt nagyon-nagyon szerettünk volna menni, és hát ez volt a második nap. Hogy sikerült leszervezni? Itthonról szerveztek, gondolom mindent, gondolok itt szállásra, utazásra. Van kapcsolatuk kinti körökkel, nyugdíjas klubokkal? Hát az internet világában nagyon hamar lehet kapcsolat találni, és hát korábbi célunk is mindig az volt, hogy magyar lakta vidékeken jártunk, és hát itt is magyar emberekkel találkoztunk az interneten keresztül is, és szerveztünk le gyakorlatilag mindent, szállást, idegenvezetőt, motorcsónakozás, sóbánya látogatást idegenvezetővel, hogy ne soroljam tovább. Tehát az internet világában ez aránylag néhány hónap munkáját össze lehet ezt rakni. Hát azért nem kevés, gondolom, munkában sem ezt összerakni. Igen, látom, hogy volt azért ezzel munka. De boldogan, örömmel csináltuk mindent. Tehát akkor találkoztak a kinti magyarokkal? Tehát, hogy van kapcsolat, tartós kapcsolat a kinti magyarokkal? Hát most meglátjuk, hogy tartós lesz-e a kapcsolat, mert ezen a részen, mivel még nem jártunk, tehát ezek mind új kapcsolatok. Ugye az eddigi Székely-Keresztúr környékbeli szállással, ugye most ezzel szemben ugye Cserna-Keresztúron töltöttünk 2 éjszakát, 3 éjszakát Csikrákoson. Úgyhogy itt most új kapcsolatok építése indult meg, de ami még az új kapcsolaton kívül még, ami szerintem nagyon jó volt, hogy Tordán végre a Sóbányában volt annyi időnk, hogy az Ajkai Stumpf cég által gyártott óriás kerékre egyöntetűen fölüljünk, és végre mindenki rendes Ajkaihoz méltóan, ugye azért csak megpróbáltuk. Akkor voltak különleges élmények, igen, azt gondolom, nem csak szimpla városnézésben vettek részt. Mi volt még esetleg, ami ilyen kiemelkedő, amit meg lehetne említeni, hogy a Sóbányán kívül, csónakázáson kívül volt valami? Hát nagyon érdekes volt például, ugye meglátogattuk Törsvárt,
azt a bizonyos Dracula várat, és amit megtudtuk, a Draculának ahhoz semmi köze nincsen, és így tovább. Voltak, hogy mondjam, nagyon-nagyon érdekes dolgok, ahol még nem voltunk, és tényleg nagyon-nagyon, hogy mondjam, hasznos ismereteket is gyűjtöttük, azon kívül gyönyörű látványban volt általában részünk. Nem voltunk még lovasfogattal se a Hargitán, most el is összejött, hogy mondjam, azon kívül, hogy kapaszkodni kellett a kocsi derékba, de hát ez egy nagyon-nagyon... Hozzátartozik, nem? Te? Igen, de nagyon-nagyon különleges dolog volt, és hogy mondjam, szívesen emlékszünk vissza erre a kirándulásra is. Tehát akkor, ahogy így hallgatom, és ahogy elnézem, akkor lesz ennek még folytatása, úgy vélem. Igen, jól gondolom? Kell, hogy legyen, mert itt most még ráadásul olyan idegenvezetőt kaptunk Brassóba, Prázsmár és Törcsmár bajott végig velünk, tehát Csíkrákosról, aki mellette még ráadásul túravezető, tanár, középiskolai tanár és túravezető. Na és akkor hát ugye itt következik ugye a túrázós társaság, ugye a Bánki Dolár Természetjáró Egyesület oszlopos tagjai is ugye velünk voltak, és hát azért azokat a hegyeket is, vagy legalábbis közülük néhányat is jó lenne még egyszer, ha még egészségünk engedi felkeresni. Említették, hogy történelmi helyszíneken jártak kint Erdélyben. Milyen érzés ez? Egy kicsit így a történelem részének lenni, esetleg megnézni, meglátni azokat a dolgokat, amikről tanultunk korábban, ismereteink voltak, én például nem voltam még. Hát nagyon-nagyon érdekes volt például a Duna, a kazárszoros, ahol tényleg csak az ember olvasott róla, hogy mostanában ott ugye földruzzasztott Duna van, és hát azért az ember, hogy mesélnek róla, hogy fényképet lát, egészen más, mint egy Yamaha motorcsónakon zögykölődni az élő Dunán, és tényleg ezen a részen még közülünk nem volt senki se, tehát nagyon nagy élmény volt az ottani barlanggal együtt, de ugyanígy lent a Brassó környéki rész is, ahol még tényleg nem voltunk. Tehát, hogy mondjam, a lényege az, hogy mindenki erre a részre nagyon kíváncsi volt, mint egy hiányt pótoltunk. Már úgy érzem, hogy a társaságnak, a csoportnak a hiányérzetét próbáltuk ezzel valamilyen szinten kielégíteni. Gazdagodtak akkor nagyon sokat. Élményekben, igen. Összemelegettünk szó szerint 31-en, mert azért ugyanolyan nagyon jó idő volt ott is, mint itthon, tehát az a 35, 36, 37 fok, szóval... De azért vízen, föld alatt... Igen, szó szerint is nagyon összemelegettünk, úgyhogy... De megérte. 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 Nagyon megérte. Mi lesz a következő nagyobb program? Tervezik-e már? Ha nem is külföld. Nem tudjuk még. Ugye volt egyszer 8 év külföld, akkor 2 év Magyarország, most megint egy külföld volt. Nem tudom, majd a következő szervezőknek a dolga lesz ez tulajdonképpen, hogy hát valamilyen hasonló utat, vagy sokkal jobbat is összerakjanak. Hát köszönjük szépen, akkor majd arról is beszámolunk. Reméljük, hogy tudomásunk lesz róla, reméljük, hogy sikerülni fog önöknek. És köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszámoltak nekünk. Mi köszönjük. Köszönjük.